lopott áramnak a költsége, azt nem nyeli be az állam, meg a szolgáltató sem, hanem a szolgáltató azt ugye tovább hárítja veszteségi díjként, szépen apránként a további fogyasztókra rátereli. Magyarul te meg, én fizetem meg az ottani lopott áramnak a költségét. Ez így van, és nekem van egyébként nagyon fontos, nem a szociális oldal is, és nézzük meg onnan. Köszöntjük nézőinket a mi magunk legújabb adásában. Vendégünk Pakusz a Zoltán, és természetesen itt van velünk Kónyik is, Botond is. És hát nyilván, ahogyan megszokhattátok, Balcsa Turner Gábor. Köszöntünk Zoli itt a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntök mindenkit. Az apropója ennek a meghívásnak, mondjuk közös beszélgetésünknek, ugye, hogy a úgynevezett soros szervezetek tevékenysége egyre aggasztóbb méreteket ölt hazánkban. Ugye mi főleg ezt az LMBTQ... Mert hogy vannak soros hát szervezetek. Vannak, és hogy... Azt hittem, hogy ez csak a Fidesz találta ki és kiplakátolta is. Azért is fontos erről beszélnünk, mert ugye a Fidesz kiplakátolta, az egész országot ugye soros szervezetekkel beborította, mármint hogy ennek a propagandájával, de igazából nem lett kifejtve, hogy mi ez a soros szervezet, vagy hogy miért probléma, hogy vannak ilyen szervezetek. És akkor ebből mit van le ugye a naív, átlag magyarországi lakos, hogy valójában nincs is ez a probléma. Nincs is soros szervezet, és nincs is probléma. Pedig... Csak egy, mert hogy a Fidesz tip nyilván csak A problémaként plakátolta ki. Pedig hatalmas problémák vannak. Óriási. És én egyébként amit látok az az, hogy igazából a magyarországi közbiztonság megteremtése tekintetében én azt gondolom, hogy a TASZ-nak a tevékenység az rendkívül hátrányos. Sokkal hátrányosabb, mint ahogy egyébként az emberek gondolnák. Tehát akkor, amikor azt látja az átlag ember, hogy a rendőrség nem intézkedik, hogy a rendészet nem intézkedik, akkor nem tudja, hogy elmögött egy hatalmas nyomásgyakorlás van egyébként ezen szervezetek részéről a magyar rendvédelmi szervek felé. Ennek egyébként most egy klasszikus példáját láthatjuk a ásotthalmi mezőőrség esetében, ahol ugye az történt a médiában, és ugye azok a hírek érkeztek, hogy a TASZ tett egy bejelentést azért, hogy a mezőőrök miért lépnek fel az illegális migrációval szemben. És a szomorú ebben az, hogy erre a bejelentésre a rendőrség rögtön ugrott, és eljárást indított azon társszerv ellen, aki egyébként hatékonyan segíti a rendőrség munkáját, az elmúlt években több száz, akár több ezer migránst, illegális migránst fogtak el, és ezek az emberek a hazájukat védik. És ezek ellen az emberek ellen a TASZ bejelentésére a rendőrség egyébként elindított az eljárást, az a rendőrség, amelyiket egyébként az a kormány irányítja, amelyik egyébként folyamatosan arról beszél, hogy mennyire fontos a déli határkerítés megvédése. Igen. A migráció egy nyílt seb. Van világos magyar álláspont a migrációról, ami szerint a migráció rossz dolog, és ezért alapvetően védekeznünk kell vele szemben. Azt is megállítjuk egy, igen, meg a soros lobby szervezeteket is megállítjuk. És ne felejtsük el, hogy mindig azt mondja, hogy mennyire fontos a család, és itt egy nagy családos mezőről beszélünk, aki a hazáját védi, és a magyar kormány által irányított magyar rendőrség az egyébként eljárást indít ellene egy ilyen szervezet, és nem is feljelentése, hanem bejelentésének. Ezt akarom mondani, tehát amikor mi feljelentéseket teszünk ugye ezen szervezetek provokációival szemben, például a háttértársaság, ugye amikor ugye karácsonykor, meg ünnepnapokon provokál, ugye az úgynevezett szivárvány családokkal, nem egyszer feljelentést tettünk, hogy más ügyekben is lesöpri folyamatosan az ügyészség. Nekik elég egy bejelentést tenniük, és azt már a hatóságok feljelentésként értékelik, igen, és megindítják a nyomozást. Tehát itt merül fel, igen, hogy tulajdonképpen ki is ez a TASZ, miért is rendelkezik egyébként ekkora, hát hogy mondjam, ráható hatással, miért tud ekkora nyomást kifejteni egyébként a kétharmaddal országot vezető kormánnyal szemben egyébként. Tehát hiszen nyilván szembe megy a TASZ a kormányzati papíron, tényekkel vagy célokkal szemben. Na és ez valójában az a mély állami struktúra, amiről azért mi is szoktunk sokat beszélni, meg aminek itt tényleg itt látjuk a lenyomatát, és ami viszont azért a háttérben, meg a sötétben, meg a titkos részekben szerveződik. Egyébként nem tudják titokban tartani, tehát amikor valaki veszi a fáradtságot, mint te a TASZ-szal kapcsolatban, vagy mi a háttértársal kapcsolatban, akkor kiderülnek a dolgok, mert a tények azok tények. A finanszírozás egyértelmű, a minisztériumokba, a szervekbe való beépülés és a nyomásgyakorlás az egyértelmű, itt is ebben az esetben is nagyon kilóg a lóláb, hogy megteszi a bejelentést, az állam azonnal ugrik, meg a rendőrség azonnal ugrik egyetlen szavára is, és akkor úgy cselekszik. De hogy ez az a mély állami struktúra, hogy lényegében független most már attól, hogy az állam
hivatalosan mit kommunikál, mit tesz, miről beszél, hanem megvannak azok a beépülések a sokkal a mélyebb rétegekben, ami meg akkor viszont önmagában cselekszi azt, ahogyan az a struktúra akarja. Ez fontos, hogyha megnézzük, akkor azt gondolom, hogy a magyarországi közbiztonsági állapotoknak a legrosszabb helyzet az nyilván a magyarországi no-go zónákban van. Persze nyilván már itt is megy vita, mert van, aki azt gondolja, hogy nincsenek no-go zónák, hogy Pintér Sándor elmondta, hogy nincsenek no-go zónák. Itt rendszeres, hogy az emberek dögöt tesznek. De csak a sarjabbak. Sőt, a Jobbik miskolci önkormányzati... Na ezzel szemben te mit tapasztalsz, mint a hiszen... A Jobbik miskolci önkormány képviselője, aki most egyébként balliberális színekben lesz országgyűlési képviselő jelölt, Szilágyi Szabolcs is azt mondta nekem egy közgyűlésen, hogy valójában ez egy nagyon jó médiafogás részemről, hogy a no-go zónákat emlegetek, vagy idézzem, úgy mondta, hogy Pakusza ott áll Jukó közepén, és aggódik, hogy egy no-go zóna. De én azt gondolom, hogy a nézők el tudják dönteni, hogy Magyarországon vannak-e. Tehát az, amikor már egy mentő nem mer bemenni egy településre, ugye ez Borsod megyében volt, az, ahol egy életed munkája megy tönkre, ahol az ingatlanak az értéke a felére, harmadára esik vissza, vagy eladhatatlanná válik, amiért, amiért te dolgoztál, az azt gondolom, hogy az no-go zóna, de legalábbis normális területnek biztos, hogy nem. Én kérdeztem a miskolci vármegyéseket, hogy viszonylag kevés hír van arról, hogy Miskolcon éjszaka megtámadtak fiatalokat, vagy idősebbeket, vagy nőket, zaklattak volna ugye mondjuk egy cigányok, a Jukóból kiáramolva, és azt mondják, hogy azért, és nem tudom, hogy te ezt hogy tapasztalod, de hogy ez azért van, erről kevesebb hír, egyrészt, mert nyilván a média is elhallgatja, de azért is, mert az ott lakók eleve úgy nőnek fel, ők is, meg mindenki, hogy nem szabad kimenni sötétedés után a veszélyes környékekre, abba a busz megállóban, inkább érjél haza előbb. Első szabály a zombirendi túlélőknek, testedzés. Inkább szóljál rokonodnak, ismerősnek, hogy autóval vigyen, ne utazzál. Tehát hogy néz ki ez a gyakorlatban? Ez pont mi néz ki a gyakorlatban, hogy gyakorlatilag a szülők mennek a gyerekért az iskolába, mennek a gyerekért az edzésre, elviszik, hazaviszik, kocsival viszik, lehetőleg ne szálljon tömegközlekedésre. Egyébként volt egy videó, nem is régen bemutattam egyébként, hogy milyen állapotok uralkodnak a lyukósi buszon, ami egyébként egész elképesztő. Tehát én még emlékszem rá, amikor nagyapám azt mondta, hogy fiam, a fagyit azt el kell dobni, mert azzal nem lehet felszállni a buszra. Na most eldobálva a szottyol a kólás üveg, az üdítős üveg, úgy egyébként, hogy amit nem lehetne használni, hogy a maszkot kellene viselni. Nyilván a maszkon szűrték keresztül a szottyolát, egyébként sejtésem szerint, de azt mondom, hogy tehát, és ezek az állapotok uralkodnak, és pontosan lehet látni, hogy próbálják ezzel kivédeni. Viszont amit lehet látni Miskolcon, hogy már nem egy lyukóvölgyünk van, hanem azt mondtam, hogy a város lyukósodik. Tehát egyre több területén a városnak, elsősorban ott, ahol ezek a hétvégi házas övezetek vannak, tehát mondhatnánk Perecest, Diózsa, de egyébként Miskolc Tapolca fölött is egyébként már megjelentek ezek a jelenség, amiről pontosan látjuk, hogy ugye egyre több az igénytelen életmódot élő ember, elfolyó szennyvíz, háztartási hulladék tömege az erdőkben, a zöldövezetben, nyilván ezáltal csökkenő ingatlanárak egyébként ezeken a területeken, és nyilván a környék az egyre inkább élhetetlenné fog válni, és aki ott él, sokszor, vagy ez a városrész, amelyik közel kerül ilyen területhez, akkor el kell dönteni, hogy maradjak-e még, vagy most adjam el az ingatlant, amíg kapok érte valamit. Tehát ez nagyon, nagyon rossz. Na és akkor, amikor mondjuk egy önkormányzat például fel akarna lépni ezekkel szemben, tehát például az igénytelenség ellen, ami nagy részben meghatározza a lakókörülményeket, mert mondjuk, hogyha az igénytelenséggel szemben elvárásokat támaszt az önkormányzat, akkor a lakó köteles összeszedni mondjuk a szemetét, és akkor kapja meg a különböző juttatásokat. Ám de itt lép be a történetbe, ugyebár például a társaság a szabadságjogokért. Ez egész elképesztő, amit egyébként ebben az ügyben látok meg, tapasztalok, illetve hát magának a TASZ-nak egyébként a honlapjáról olvashatóak ezek a hírek, hogy a TASZ gyakorlatilag folyamatosan fellép, és mindig a rombolók oldalán lép fel, és nem pedig az építők oldalán, a rendetlenséget támogatja a rend helyett, és olyan önkormányzati rendeleteket vonattak vissza, amelyek pontosan egyébként a rendről szólnak. Tehát például vannak olyan rendeletek, Miskolcnak volt olyan rendelete, tisztulóan rendes ház, amelyben például azt határoztuk meg, hogy a lakhatási támogatás az akkor kapja valaki, hogy az egyfőre jutó 6 négyzetméter megvan az ingatlanban. Tehát csak jelzem, hogy miközben egyébként megvan az, hogy mondjuk egy csirkeketrecbe hány csirkét lehet berakni, addig egyébként itt problémát jelent, hogy mondjuk egy gyerekből hányat élhet egy fáskamrában. Mert hogy egyébként ez sem szempont, ám a lakcímkártya kiadásnál nem szempont sajnos, ez egy nagyon nagy hátrány Magyarországon, hogy bárhova kiadják a lakcímkártyát, akár egy fűtetlen fáskamrába is kiadható a lakcímkártya, és egyébként a Fidesz ezt a lakcímkártya rendeletet egyébként folyamatosan tovább liberalizálja. Tehát bármennyire furcsa, hogy a magát konzervatívnak nevező kormány liberalizálja ezt a lakcímkártya rendeletet, és ennek az az eredménye, hogy folyamatosan nőnek azok a
fáskamrás területek, ahova egyébként beköltöznek, és ezt a fajta igénytelen életmódot. Sőt, ugye az önkormányzati törvényt is, és az önkormányzatiságot is annyira kiüresíti, hogy pont ezáltal lesz terepe ugye a TASZ-nak. Tehát, igen, hogy föntről lenyesegetik az önkormányzatnak a mozgásterét, ahogy én látom, de hát ugye te vagy az önkormányzati képviselő, úgyhogy te ezt biztos jobban tudod. Majd jön a TASZ, és azt mondja, hogy hát már nincs is törvény lehetősége mondjuk az önkormányzatnak. Tehát persze, mert ő megvonta. Érdemes is egyébként idéznünk itt a TASZ-nak egyébként a honlapjáról. Olvasnám, hogy beadványunk alapján a kormányhivatal felszólította a Borsod-Zemplén megyei Sáta képviselőtestületét, utóbbi pedig hatályon kívül helyezte a helyi szociális rendelet jogsértő és törvényellenes rendelkezést, mármint a TASZ szerint jogsértő és törvényellenes rendelkezését. Mindez 2 hónap alatt történt. Írják továbbá, hogy ahogy arról 2016. októberében hirtattunk, számos olyan helyi önkormányzati rendeletet támadtunk meg, melyek rászorulókat zártak ki a nekik szánt helyi szociális támogatásból. Ilyen település volt a borsodi Sáta község is, ahol a szociális rendelet kizárta a rendkívüli és az általános települési támogatást igénybevevők köréből azokat, akiknek adótartozása van, illetve azokat is, akik lakókörnyezetének tisztaságát nem találják megfelelőnek a helyszíni szemlét végző önkormányzati különítmény. Nagyon helyesen. Így van. Ráadásul a rendelet hosszasan sorolta fel azokat a tényezőket, amelyek szükségesek a rendezett lakókörülményekhez, fenntartáshoz. Tehát nem általott sátakosség, ilyet kérni, hogy a WC tisztaságát, megszabta a rendszeres gazolást, az esőcsatorna tisztítását és utcaképbe illő kerítés építését. Én azért, nekem több mint 90 éves a nagymamám, aki vidéken él. És én emlékszem rá, amikor láttam, hogy bent volt nagy adag diófa levél az udvaron. És nem volt diófa, és kérdeztem, hogy ez honnan jött. És hát a szembe az út másik oldalán volt, és az ő árkába belement. És ő kitisztított és bevitte, mert hogy ezt így kell csinálni. Tehát azt gondolom, hogy egyébként az egész elképesztő. A másik egyébként, amit szerintem sokkal érdekesebb, hogy a TASZ mindig ki a demokrácia mellett. Én azt gondolom, hogy egy önkormányzatot megválasztanak, a demokratikusan választják meg. Tehát az önkormányzati testület által hozott döntés az a többségi akaratot testesíti meg. Tehát ilyenkor, amikor a TASZ egy-egy ilyen rendelettel szembe megy, akkor egyébként a település többségi akaratával megy egyébként szembe. Én mindig azt gondolom, hogy ezek a rendeletek nem véletlenül születnek. Az ott élő képviselők pontosan tudják, hogy mi lenne az igény. Igen, de ugye ők a demokratikusok között is még a legdemokratikusabbak, és úgy gondolják, hogy nekik őrködniük kell, mint egy őrangya a demokrácia szentsége fölött, és ők mondják meg, hogy mi a demokratikus. Ha ez nem az, akkor azt kihúzzuk. Ha igen, az, akkor kipipáljuk. Igen, mert én látok a TASZ-nál, az, hogy ők a egyén jogait ugye nagyon előtérbe helyezik. Nyilván is egy nagyon fontos kérdés egyébként az egyén és a közösség viszonya tekintetében. Az egyén jogai, vagy a közösség jog? Én személy szerint azt gondolom, hogy a közösség jogai azok bizony előrébb valóak lehetnek. Hiszen nyilván, ha mondjuk az az ember, aki egy igénytelen életmódot él, egy lakatlan szigeten élne, akkor talán elviselhető. Bár ha globálisan nézzük a világot, akkor még akkor sem, de mondjuk azt, hogy akkor még elviselhető az, hogy mondjuk a szennyvizét nem megfelelően kezeli, ha a szemetét eldobja. De hogyha van körülöttem mondjuk 4 szomszéd, általában ennyi van, akkor a 4 szomszédhoz az át fog menni, mert a szomszédhoz mennek majd a patkányok, a bűz, a fertőzés veszélyes állapot, ja, és a szomszédnak az ingatlanja majd a felét fog érni, mert ha el akarja adni, akkor aki jön, az majd azt mondja, hogy ez a szomszéd, így akkor van, nem veszem meg az ingatlant. És egyébként van egy nagyon... És ott a jogsérelmet, joghátrányt, azt nem akarja a TASZ felül vizsgálni. Csak itt mondod az egyének a jogait, de egyébként ez egy gondoskodó államnak a minta példája, hogy aki nem tartja rendben a WC-t, arra szóljunk rá. Tehát az egyént is emelné ezek a rendeletek, tehát a rend az nem csak arról szól, hogy kimegyünk és megbírságoljuk, hanem hogy az egyént valamilyen irányba tereljük, és akkor emeljük ezáltal. Tehát, hogy ez miért nem fér bele, azt nem tudom. Hogy ugye szerencsétlen önkormányzatoknak meg van kötve a keze. Hogyan fogja rábírni azt a kiilleszkedett, igénytelen lakost, mondjuk, hogy rendben tartsa a WC-jét, meg kitisztítsa az ereszt csatornáját, meg ne dobálja a saját telkére, meg a szomszédjához a szemetet, hogyha semmi eszköz nincs a kezében. Ilyen dolgok vannak a kezében, kb. Egyetlen dolog, hogy a szociális juttatásokat feltételez tudja kötni. Mással mivel? Ez így van. Bírságolni nem tud bírságolni, behajthatatlan nyilvánvalóan. Verő embert nem tud oda küldetni, most mit csinál? Igen, ez az egy lenne a kezében, a TASZ ezt is kiveszi. Egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, azt gondolom, hogy az embert is emeljük, az igény szintjét emeljük a igénytelen embernek, mert azt gondolom, hogy az a gyermek, aki ilyen környezetben nő fel, az jó eséllyel ezt a fajta életmódot fogja folytatni, hiszen minden gyermek másol a szüleit,
a szűkebb, tágabb környezetének a világát másolja le, és ő ezt fogja folytatni. Tehát gyakorlatilag mi annak a gyermeknek akarnánk egyébként jobb életet, aki egyébként ilyen körülmények közé születik. Tehát ez nagyon tegyük hozzá, és ugyanez igaz arra, amikor arról beszélgetünk, hogy 6 négyzetméter jusson már egy gyermekre. Tehát ha a csirkének megvan határa, hogy mekkora négyzetméteren, vagy a börtönben a rabok megkapják azt, hogy nekik hány négyzetméter van, akkor azt gondolom, hogy bizony a gyermek számára bizony ezt meg kellene határozni. Egyértelmű. Meg kellene. És ez nyilván egyébként itt már bejön a képbe a gyermekvédelemnek egyébként a rendszere és a feladata, ami egyébként szintén hatalmas reformokra vár, mert azt látom, hogy bizony ezeket ott sem mindig jól intézik, és nyilván valószínűleg oda is van egyébként egyfajta nyomásgyakorlás a TASZ részéről, viszont van egy olyan történet, ami egyébként nagyon megrázott. Egy pár évvel ezelőtt történt a választókörzetemben Miskolcon, ez a Jukóst és Perecest elválasztó dombsoron egy nénit fenyegettek az ott élők, és a fia kiírta ezt a Facebookra, és én felmentem és megnéztem. A néni évtizedek óta ott él a férjével, az ő közben azért elhalálozott, és amikor a előző fideszes városvezetésében elkezdte mozgatni a számozott utcákat, akkor onnan jó pár kiilleszkedett egy ilyen a környékre költözött. Nyilván mintha kedve jött a történet, fenyegették a nénit, ellopták az egyik kaput, vasból volt, aztán a másik kapu szárnyat, aztán ellopták a kerítésnek a különböző részeit, a tettes persze szinte sosem volt meg, aztán nagyon verték a néni egyik kutyáját, a másikat, majd pedig megígérték, hogy visszajönnek a néniért. Itt szakadt el a fiánál a cérna. A végül az volt, hogy elköltöztette a nénit. Úgy belegondoltam, hogy azért ennek a nénnek egyrészt el kellett költöznie, a magyar állam képtelen volt megvédeni. Azt a nénit, aki gyerekeket nevelt, és tisztességes, becsületes gyerekeket adott a magyar nemzetnek, azt a nénit, aki egy életen át TB-járulékot fizetett, nyugdíjjárulékot fizetett, adót fizetett, ennek a nénnek az ingatlanjának az értéke nulla lesz, valószínűleg lassan az enyészeté, és ezt a magyar állam, igen, be, és a magyar állam úgy képtelen volt, igen, úgy kellett kimenekíteni, és a magyar állam képtelen volt ennek a társadalom számára rendkívül értékes embernek az életét, a vagyonát biztosítani. Tehát a magyar állam ezen a területen megszűnt létezni, de ezért vesznek egy nógó zónától. Hát ezért, tehát nem csak azért, mert mondjuk ön a közbiztonság, hanem azért, mert betarthatatlanok ott a törvények, és a társadalom hasznos tagjainak el kell menekülni a gyakorlatilag, tehát élhetetlen. Pontosan. És ugye ezt látjuk, hogy ez a fajta, ez folyamatosan terjed egyébként, nem csak Borsod megyében, hanem nyilván már látjuk, hogy egyre több területén az országnak, és azt gondolom, hogy egyébként itt két dolog lehetséges, vagy a magyar állam megembereli magát, és elkezdi egyébként törvényesen felszámolni ezeket a no-go-zónákat, vagy a no-go-zónák föl fogják felszámolni Magyarországot. Így van, így van. Na és akkor mit mondasz, hogy ebben a feladatban mi Magyarországnak a feladata a TASZ-szal és egyéb jogvédő és társadalmi úgynevezett jogvédő szervezettel kapcsolatban? Ugye én már ezt ki is mondtam, hogy én azt gondolom, hogy a TASZ-nak, amennyiben ezt a tevékenységét folytatja, akkor nincs helye Magyarországon. Tehát azt gondolom, hogy a magyar kormánynak adott esetben egyrészt, ha tényleg a konzervatív kormánynak gondolják magukat, akkor egyébként ezzel a TASZ-szal szemben fel kell lépni, vagy a TASZ-nak legalábbis ezen tevékenységével szemben mindenképp, és itt ugye visszatérve az ásatalmi mezőrök esetére, azt gondolom, hogy a magyar rendőrségnek simán el kellett volna utasítani ezt a kérdést. Mert csak azért is, mert amit én olvastam erről, az ugye arról szólt, hogy a TASZ ugye arra hivatkozott, hogy a mezőőrnek, annak elméletileg a mezőn meg az erdőt kéne védenie, meg magtárakat, és hogy nem az elsődleges feladat a megállítása ugye a migránsoknak. De én azt gondolom, hogy a migráns, amikor illegálisan átlépi a határt, akkor onnantól kezdve bűncselekményt követett el, és innentől kezdve bűnöző, és egyébként állampolgári kötelessége a bűnözők megállítani. Teljesen mindegy, hogy a mezőn van, az úton van, vagy hol található. Persze. Tehát innentől kezdve az volt előbb. És innentől kezdve azt gondolom, hogy simán el kellett mutasítani a rendőrségnek élből. Hát, tehát a magyar államnak be kellene állni. Igen, a magyar államnak be kellene állni a hatóságai mögé, hogy a saját rendőr... jogszabályi törvényei mögé, és azt mondani, hogy gyerekek, hát azért állj, meg vannak itt a jogszabályok, ez alapján menjetek innen a francba. És most gondoljatok bele, hogy milyen az akkor, amikor a rendőr szeretne intézkedni, de tudja, hogy ezért majd megtámadja a TASZ, és nem lesz, aki mögé áll, sem így a főnöke, sem a magyar állam. És akkor azt mondja, hogy akkor felemeli a kezét, neki van 3 gyermek, azt el kell tartania, és akkor köszönöm, igen, itt igazából az, amit mondasz, Boti, hogy vannak törvények, vagy lennének úgy viszonylag helyek közel jó törvények, ami nincsen egy egységes jogértelmezés, mert megjelennek ezek a háttértársaság, TASZ, Helsinki Bizottság, stb. Azok kezdik el értelmezni a törvényt,
meg megmagyarázni. Persze ellentmondás nem tűr, hát itt ahogyan saját maga fogalmaz, ugye itt is felolvast. Igen. És az a baj, mert megállapítottuk, hogy jogsértő módon ezt... Mert ehhez egyébként bármelyik szervezetnek joga van, nekünk hát persze, is, hogy mi is értelmezzük a törvényt sok esetben, meg egyénenként is értelmezzük a törvényt, de van egy norma, tehát van az állami jogértelmezés, amit be kéne tartani mindenkinek. Ezzel szemben azt látjuk, hogy az állam elfogadja ezeknek a szervezeteknek a jogértelmezését. Tehát egészen nonsens ez a helyzet, de a háttértársaságnál is ezt látjuk, szerintem a TASZ-nál is, meg az összes többinél is az a helyzet, hogy ezeket a szervezeteket volt bírók, ügyészek, ügyvédek, megtámogatva a balliberális politikai erőkkel, meg a Fidesznek a balliberális szárnyával, és például, aki mondjuk jogot hallgat, az ugye jár egy közösségbe, utána ezek az emberek a joghallgatókból, ezek bírók, ügyészek, stb. Elszivárognak különböző területekre, de a jó kapcsolat megmarad. És sajnos ez a liberális közeg egyre jobban fertőz, és utána elég egy telefon. Tehát azért is persze működhet ez ilyen olajozottan, mert személyes kapcsolat van, ugye itt ez a Deep State jellegű háttér együttműködés, a háttértársaság, ugye? És egy brancs az egész, tehát hogyha megnézzük ugye a gyűlölet bűncselekmények elleni munkacsoportot, ott van ugye a TASZ, a háttértársaság, Amnesty és a stb. Igen. És ugye értelmezik a törvényt, mert ugye az ügyészség számára ugye előítélet indikátor fogalmaztak meg. Szegény nézőink már lehet unják ezt a témát, mert annyiszor beszéltünk erről. De hogy azt látjuk, hogy iszonyat amilyen hálózatba szervezték magukat, és ezen és dolgoznunk kell, hogy ezt felgöngyölítsük. Azért ezek dolgoznak, tehát figyelj csak, itt van ugye háttértársaság. Ugye hasonló, eddig beszéltünk a közbiztonsági problémákról, igen, és a gyakorlatilag a normális életnek a felszámolásáról, ami főleg azt a kelet-magyarországi vidéket érinti, és azt mondja, hogy egy teljesen másik terület, ahol ugyanaz a brancs, ugyanaz az a csapat, ugyanabból a nyílt társadalom alapítványokból finanszírozott zsebből pénzelt csapatok csinálják a balhét. Mondjuk be a számokat, csak azért, amikor volt a partizános vitánk, vagy beszélgetésünk a Mártonnak, akkor milyen 100 milliókat kapnak? Igen, akkor ő ezt vitatta. De azt akarom mondani, hogy itt van akkor most egy másik nagy terület, ugye az LMBTQP lobbinak a területe, amit ugyanolyan vehemenciával tolnak ezek az úgynevezett civil szervezetek. Erről később rá akartam térni, de nézzük csak meg, az a baromi érdekes, háttértársaságnak a pénzügyi beszámolóit megnéztük. 2011-től kezdve szépen 10-20 millióval elketyegnek. És nagyon érdekes, 2019-ben eljön egy év, 2018-ban még 25 millió az éves költségvetésük, tehát a teljes finanszírozásuk. 2019-ben ez megemelkedik 131 millióra, és 2020-ban, ugye arról adtak még adatot, még tovább emelkedik 201 millió forintra. És itt ugye megjelennek már a nagyon kemény külföldi finanszírozás, európai bizottsági pénzek, dögivel, nyílt társadalom alapítványok, ugye soros alapítványok, a Google, Holland nagykövetség, Egyesült Királyság nagykövetsége, USA külügyminisztériuma, és stb. És egyebek. Tehát magyarul azért ezek a külföldi magántőkék és egyébként államoknak a nagykövetség és külügyminisztériumai, akik pénzelnek olyan szervezeteket, teljesen egyértelműen a lábukat betették a magyar államrendszerbe, állami szervekhez, és befolyást gyakorolnak a magyar belpolitikára. Nyilván azért ne legyünk naívak. Tehát amikor valaki valamire hatalmas pénzeket fektet be, azért elvár cserébe valamit. Tehát ne higgyük azt, hogy ők ezt a jó szívű adományként adták, bárkinek a két szép szeméért nem azért adták, hanem nyilván azért adták, hogy ezek a szervek, ezek a testületek valamilyen tevékenységet elvárnak. De ugye le is írják, hál' Istennek, tehát egy-két ilyen dolgon azért menjünk végig, mert ezek valami érdekesek. Ugye a háttértársaságnak a közérdekű tevékenységről szóló jelentése, amit ugye le kell adnia. Hát itt még nevesítik is, hogy az Európai Bizottságtól kapott 8 millió forintot 2017-ben például útmutatók kidolgozására fordították bíróságos és rendőrség számára az LMBTQ emberekkel való bánásmódról, valamint képzést tartottunk 50 rendőrnek, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanuló 58 rendőrhallgatónak. Tehát önmagában az is nonsens, hogy ezeket oda beengedik. Tehát miért engedik be például a háttértársaságot a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre képzést tartani, és aztán pont itt Gábor mutatja, hogy itt van egy új, ugyanebben az évben egy újabb támogatás, ami a Roma Versitas, a TASZ,
és a TEV szervezetekkel együttműködésben 17 önkéntest kiképeztek tanárok részére tartandó, a kisebbségi diákokat érő, előítéletes alapú iskolai zaklatással kapcsolatos képzések megtartására. Nyilván ilyen nagyon szépen megfogalmazzák ezeket, igen. És voltak éppen utána meg arról van szó, hogy olyan önkénteseket képeznek, akik utána a tanárokat ki tudják képezni arra, hogy milyen zseniálisan tudják majd elmagyarázni annak a szerencsétlen gyermeknek, hogy ő a hibás mindenért. Tehát azért ő a hibás, mert kiilleszkedett életmódot él a Pistike az osztálytársa, meg ő a hibás azért, mert a szegény gyerkőc most ilyen nemi zavarban van, és akkor... El kell fogadni. Így van, és akkor a tolerancia bajnokai megtanítják. Érdekes, ugye, hogy rengeteg beadványt adtunk be. Tehát mi a háttértársággal szemben feljelentést tettünk, meg belégítünk, hogy nemzetbiztonsági vizsgálatot kezdeményezünk, stb. Mindjárt lesöpörték. Egyik állt meg, egyik beadványunkkal foglalkoztak komolyabban, ugye, mert ezt a 2017-es külföldről finanszírozott szervezetekről szóló törvény kapcsán adtuk be, és ennek a törvénynek a előszava nagyon világosra, tehát mintha mi fogalmaztuk volna meg, hogy mi a probléma, mert ott le van írva, hogy külföldről adományoznak, és ezáltal gyakorolnak nyomást, és szereznek befolyást a magyar államban ezek a szervezetek. Igen ám, ez eddig tök jó, tehát ez a törvény eddig még jó is volt. Mi volt a szankciója, vagy mi volt a kritérium, hogyha valami... Mert ugye azt gondolná az ember, hogy egy ilyen felvezetés preambulum után minimum kitiltjuk, terrorszervezeté nyilvánítjuk, igen. Stb. Bár, vagy minimum mondjuk igazságügyi minisztérium, meg minisztérium szinten, meg amúgy is elhatárolódunk tőle. Nem, de nem ez van, hanem az volt a törvényben, azért mondom, hogy miért csak volt, vagy miért múlt idő, az volt a törvényben, hogy ki kell írniuk minden egyes kiadványukra, az sem volt meghatározó, hogy hova, mekkora betűtípusba, stb., hogy ez egy külföldről támogatott szervezet. Vagy ez kikerülhető. Igen. Mi össze is szedtük, hogy ennek a nagyon gyenge törvénynek sem tesz eleget a háttértárság, és milyen formában, képernyőképekkel, stb. Alátámasztva beadtuk. Nagyon sok idén nem jött válasz, majd egyszer csak jött egy válasz, hogy igazunk van, tehát hogy elfogadták, de ez tártalan, mert az Európai Unió, mit tudom, melyik szerve, a szempont az Európai Bizottság, tök mindegy, meg sem is tette ezt a törvényt, úgyhogy ennyi. És utána hirdették ki a magyar parlamentben is, hogy ez a törvény semmi, tehát semmiség kellett tenni. Tehát még ez a nagyon gyenge törvény is elbukott. Igen, egyébként egy kicsit a mechanizmus egyébként hasonló, mint az önkormányzatiságnál egyébként. Tehát ott ugye bejelentik a kormányhivatal felé, bíróságok felé, és akkor visszafele ugyanúgy a kormányhivatal azt mondja az önkormányzatnak, hogy hello, ez a rendelet, ez nem jó, ez törvényellenes, és akkor is most semmisítsd meg. Igen. A másik kérdés az, hogy egyébként pontosan jól látszik, hogy egyébként a magyar állam egyébként nem küzd ebben e tekintetben egyébként az Európai Unióban ilyen elvek mentén, és valójában nagyon sokszor csak kijelent dolgokat egyébként a Fidesz kormány, azonban valójában a mögötte lévő lépések nem tükrözik. És nyilván a gyakorlatban, meg a folyamatokon látjuk, hogy egyébként nem működik a dolog. És egyébként, ha már itt ugye beszélgettünk a bíróságokról, hát ugye rendszeresen fel vagyok háborodva azon, hogy most is volt ilyen eset, súlyos, maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés történt, megtámadtak egy párt, egy Borsod megyei településen 17 és 21 éves fiatalember, a felnőttkorú elkövető már volt büntetve, tehát büntetett előéletű, tehát mondta visszaeső, és az ügyészség csak felfüggesztettet javasolt, úgy, hogy maradandó súlyos testi sértést okozott. Tehát azt gondolom, hogy ez nonsens, hiszen abban a közegben, ahonnan ez az elkövető érkezett, nem büntetési tétel. De millió meg ilyet lehetne, tehát a múltkoriban egy rendőrt támadott meg, aki igazoltatta, és szintén egy büntetett előéletű, és én azt gondolom, hogy itt, és sorozatosan látjuk azokat a híreket, hogy megtámadja a rendőrt felfüggesztetett, ha bezzeg az a bácsi, aki áramot vezet a kerítésében, mert egyébként a magyar állam nem védi meg, akinek egyébként adót fizetett, ha nem védi meg a bűnözőktől, neki kell magát megvédenie, ő ellene meg majdnem, hogy eljárás indul mondjuk emberölési kísérlet kapcsán. Én azt gondolom, hogy itt baj van. Tehát itt ennek bizony etikusságával, az erkölcsiségével nagy a baj, és nagyon rossz az üzenete egyébként ennek. Én egyébként ennek kapcsán egyébként küldtem egy levelet a Varga Judit igazsági miniszter asszonynak, hogy mennyire háborítják fel ezek az esetek, és az, hogy nem elszigetelt egy-két esetről van szó, hanem tömegével fordulnak elő. Buszsofőrt megtámadták, felfüggesztett az ítélet. És gondoljunk bele, hogy ha a rendőr megtámadásáért sem jár letöltendő, akkor mennyire vérszemet kapnak. Akkor vérszemet kapnak, és akkor mi van azzal, aki egyébként nem hivatalos személy.
Tehát persze, hogy nyilván megy tovább, és folyamatosan fogja elkövetni, és ugye az a nagy baj, hogy amikor a kisebb bűncselekmények vannak, akkor nincs megtorolva, és ezáltal jön a következő. Tehát nagyon sok esetben például azt láthatjuk, hogy először csak egy lopás van, aztán az rendszeressé válik, és végül az azért lett gyilkosság, mert ugye lebukik. Aha, aha. És akkor gyorsan, aki esetleg ugye ott volt, és aki lebuktatta volna, azt agyonuti egyébként. Tehát, és ez pontosan látszik, mert nem tehát a kisebb bűncselekmények nincsenek megfogva, és igen, akkor egy ilyen spirálba igen, mert ugye azt mondja a törvény, hogy ugye legyünk elnézőek velük szemben, mert ez csak kevés, ez nem olyan sok, még ne büntessük meg, mert még csak az első volt, igen, nem csak hogy nem érzi, hogy elment már a falig. És mit gondolsz, hogy ebben az eljárásban teljesen a kettős mérce jogrendbőködik? Tehát, hogy velünk kapcsolatban is ugyanígy járna el vajon a nyomozóhatóság, ügyészség és bíróság, vagy akik kiilleszkedett életmódjuk miatt mondjuk ilyen szenzitív tulajdonsággal rendelkeznek, ők más elbírás alá esnek. Én azt gondolom, hogy azt látom, hogy van egyfajta kettős mérce. És egyébként leginkább én azt látom, hogy a magyar jogállam azokkal szemben tud fellépni, akik egyébként a jogállamnak alávetik magukat. De akik a jogállamon kívül élik az életüket, azokkal szemben egyébként a jogállam az esetek nagy részében egyébként tehetetlen. Tehát egyébként nagyon egyszerű, tehát én azt szoktam mondani, hogy néha a magyar állam nagyon dolgozónákat nem tudja felszámolni és kezelni, egy egyszerű szennyvízelvezetést nem tud egyébként megoldani. Tehát szintén a választókörzetemben történt, hogy olyan utcában, ahol bent van a szennyvíz. Erről aha, egyszerűen fogalmaz a törvény. Ha bent van a víz, akkor a szennyvíz, a lakónak egy évenből köteles rákötni. Itt igen, már kb. 20 éve bent van. Aha. Egy olyan ingatlan van, amelyből folyik folyamatosan a szomszédokra a szennyvíz. Ezt először 2013-ban jeleztem a hatóságok felé. A mai napig nincs megoldva a probléma. Aha. Nem olyan régen megint voltam bent egyébként az önkormányzat, mit lehetne tenni. Felvetettem ugye azt, hogy azt esetleg ugye a talajterhési díjat kellene fizessen az illető, de az sem lehet, mert egyébként a vizet azt elzárták tőle, uh-huh, és a víz, a befolyó vízmennyiség alapján számolják ki a talajterhési díjat, de szemben van egy közkút, na onnan beviszi a vizet. Ja. Tehát gyakorlatilag ja, a szomszédokra ja, ráengedi a szennyvizét, miközben egyébként a közkútról szedi a vizet, tehát mondjuk a rezsicsökkentés van. Én nagyon sokszor azt mondtam, hogy ezeken a telepeken ezeken nagyon sokszor 100%-os rezsicsökkentés van, mert ugye sok esetben láthatunk lopott áramot, látjuk azt, hogy közkútról jön a víz, látjuk azt, hogy a szemétszállítási szerződés nincs megkötve, ezért általában az erdőben köt ki. Tehát ő ezekért kvázi nem fizet. És nagyon sokszor az a megdöbbentő, amikor azt látjuk, hogy mondjuk lopott árammal fűt. És aha, nyitva van az ajtó télen is, mert nem számít. Persze, egyébként nem számít. Tehát ezek azok a megdöbbentő dolgok, és nyilván ennek azért van fontossága. Csak ugye ezzel kapcsolatban is mi történik, ugye, ezt nem tudtam sokáig, de hogy elméletileg ugye az történik, de ebből biztos meg tudsz erősíteni, vagy cáfolni, hogy a lopott áramnak a költsége, azt nem nyeli be az állam, meg a szolgáltató sem, hanem a szolgáltató azt ugye tovább hárítja a veszteségi díjként, szépen apránként a további fogyasztókra rátereli. Magyarul te meg, te meg, én fizetem meg az ottani lopott áramnak a költségét. Ez így van, és nekem van egyébként nagyon fontos, hogy a szociális oldal is, és nézzük meg onnan. Tehát még egyszer mondom, az a gyermek, aki ilyen környezetben nő fel, az egyébként ezt is fogja megszokni. És az nagyon érdekes, hogy amikor mondjuk megy le az oszlopról az áram, egy egész vékony, nem szabványszerű vezeték, ugye most volt a hírek, hogy elosztuk, ugye milyen rosszak, számtalan helyen látunk, ja, adjuk igen, az áramot, tehát az egyik szolgáltatja a másiknak az áramot egyébként, és a hatóság szerint nagyon sokszor nem probléma. De mi van akkor, amikor a gyerek életveszélyben van? Hogyha megrázza az áram. Tehát itt a szülő ellen eljárás kellene indítani a gyerek veszélyeztetésére. Hogyne, és nincs meg, és nem történik meg. Hát nem egy ilyen terepgyakorlaton voltunk még ugye az érpataki modellel, és egyszerűen akkor se, még az jó pár éve volt, akkor se lehetett rákényszeríteni, hogy nagyon ritka eset, hogy a hatóságok hogy intézkedjenek. Igen. Egyébként oda vezetődik valahol ez vissza, amit az elején mondtál, ugye, hogy például Miskolcon is a Dorkát kérdezted, vagy az ottani vármegyéseket, hogy vannak-e atrocitások, meg hogy miért nem hallunk több ilyet a sajtóban, és azt mondták, hogy azért, mert a magyar ember akkor ilyenkor elkerült. Tehát megtanulunk a bajjal együtt élni. De ez egy dolog, az embernek egyébként tűrés határa az tényleg a végtelenségig ki tud tolódni. Tehát háborúkat végigélt a mi nemzetünk, tudjuk, ismerjük. És tényleg kitolható a tűrés határa, és el tudunk bármit viselni emberként. De azért az óriási baj, amikor a jogszabályalkotó, meg jogszabály betartására lévő erőszakszervezetnél is ugyanez a tendencia működik, és ő is megtanul együtt élni a baj. Hát neki fel kéne számolni a problémát. Ez nagyon jó megfogalmazás, igen, ez pontosan így, megtanulnak vele együtt élni, valamilyen szinten megpróbálják tartani. Azt kérdem, hogy majd megpróbálják valamilyen szinten tartani, ne úgy, ne nőjön túl, de igen, egyébként az, hogy teljes mértékben rend legyen. Mi például nagyon sokszor megkapjuk azt, hogy hát
Jukóvölgyhöz képest ez mennyivel jobb? Persze, Jukóvölgyhöz képest persze. Igen, de hát könnyűleg nem Jukóvölgyre szeretnék hasonlítani. Igen. Tehát, hogy itt megint, legyen már a igen, tehát itt megint az a probléma egyébként, hogy ez a mihez képest, mi az Origó. Igen, mi az Origó, van. És az a baj, hogy az Origó ilyen tekintetben mindig emelkedik. Tehát mindig az, még ezt is el kell viselni, még ezt is el kell viselni. Igen. Ez is egyfajta érzékenyítés egyébként abban az irányban, abban az irányban egyfajta érzékenyítés, hogy el kell viselnünk azt a fajta közbiztonságot, ami egyébként ennyire rosszabb. Igen, és akkor az jutott eszembe, hogy amikor ugye kijártunk ilyen terepgyakorlatokra, és mondjuk kihívtuk a rendőrt, akkor tudod, ki kellett hívni az EON-nak a szolgáltatót, és azt láttuk fontos, hogy ők ránk voltak mérgesek, érted, dühösek és gyűlöletek, mire tekintettek, akik kihívjuk azért, hogy számolják fel a törvénytelenséget. Igen. És mi voltunk a hibások a szemükben. Nonsense. Volt most is egy közbiztonsági fórum, peretesen nem hívtak meg, ezt most ugye az új Balos városvezetés csinált, gondolom a demokrácia egyében nem hívtak meg, mint a területen élő peretesi képviselő. Aki egyébként tagja Miskolcon a rendészeti bizottságnak, zárójel bezárt, ők a demokraták. De ami ugye ez sokkal érdekesebb az, hogy ott ugye többször elhangzott, legalábbis a médiában ez volt, mert én ugyan kérdeztem a közgyűlésen, mi hangzott el, de akkor csak kioktatást kaptam. De a média azt írta, hogy itt ugye azt mondták, hogy csak kisebb problémák vannak. Hát jelzem, egy év alatt volt közterületen késelés, támadtak meg buszsofőrt, miközben a munkáját látta. Volt közterületi verekedés 8 pontú gyógyuló sérüléssel, ezen kívül betörés, hétvégi hárdaházakat hordnak szét, és a hatóságnál, meg a rendészben létre emberek azt mondják, hogy hát ez csak kisebb probléma. Nyilván, persze. Tehát mi kellene itt nekik egyébként? Hát bombarobbantás? Gyújtsák a város házát? Ők már érzékenyítve vannak, egy ettől rosszabb szinten, és innentől kezdve ez már igen. Ez folyamatosan is. És ráadásul még országon belül is létezik ez a kettős mércézésem, úgyhogy mondjuk itt nálunk a Dunántúlon, itt amikor valami probléma fölmerül, akkor azért vannak ilyen ér, na jó, de hát azért mégis gondoljunk már bele, hát azért na Miskolcnak mennyivel rossz. Ja, hát végül is tényleg, oké, akkor dőljünk, hát nincs is probléma. Ugye... Tényleg az, hogy mihez képes mérjük, hogy mindig kell normalitáshoz kell mérni. Lejárt a műsoridőm, kint már harangoznak, és mit vártam, hogy valami pozitív végszó jöjjön már, hogy valami be tudjuk zárni, de nem volt pozitív végszó. Viszont nem, hát az a pozitív végszó, hogy egy nagyon izgalmas témát megtaláltunk, és ezzel a témával fogunk is foglalkozni, meg majd arra gondoltam közben, milyen jó lenne újra ilyen terepgyakorlatokat tartani, ahol te végig kísérsz minket, meg a nézőket a kamerával, és akkor megnéznénk ezeket az eseteket, amiket most elmondtál, és akkor be is mutatnánk, mert tényleg nonsens, de semmi pozitív nem jutott eszembe ezen túl, hogy ezzel a témával foglalkozni fogunk, de köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy ide fáradtál a messzi Miskolcról, fel a győzelemre. Akkor a Miskolcon folytatjuk végül is, akár ezt is mutatjuk. Ez egy nagyon jó végszó. Ez egy pozitív. Elvárlak titeket, Miskolc, és én is köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!